többször volt kiállítása, mindjárt ismerjük személyesen is őt, viszont aztán nem ismerik a művésztársait, az egy mindél mint egyet művészformációból, Stantics Erzsébet költőnőt. Meg is kérdeni, Stantics Erzsébet, hogy játszottak volt, és köszönöm a kiállítást. Köszönöm. Tisztelt vendégeink, kedves barátaink! Engedjék meg, hogy tisztelettel és szeretettel üdvözöljem Simone Veronika festőművészt, aki Csepényben született és most Székesfehérváron él és alkot. Nagy öröm együtt dolgozni egy olyan festőművésszel, aki szereti és becsüli a társművészeteket, aki szívügyének tekinti az ifjúság művészetek iránti érdeklődését, aki rendszeresen látogatja az iskolákat és igyekszik nekik átadni tudásából. Mert a tanítás alázat, figyelő csendet és békességet hoz azoknak, akik tiszteletet és érdeklődést tanúsítanak iránta. Tanítványai zömében fiatalok, akik az ország különböző nyári képzőművészeti táboraiban tanít az ecsek és ceruza kezelésére. Egyre gyakrabban nyitja meg immár tanítványainak kiállításait. Simone Veronika nemrég járt Pátelben a világkiállításon, ahol harmadmagával képviselte hazánkat, igen nagy sikerrel. A több mint 10 éve munkálkodó művésznő idén már a 300. önálló kiállítását nyitja meg. Művészete hamar ismerté vált hazánkban és határainkon túl is. Festményei bejárták az ország minden megyeszékhelyét, jó pár város több kiállítást is rendezett. Nehéz lenne hazánk összes települését felsorolni, ahol láthatták tárlatait, ezért inkább a külföldiek közül emelnék ki néhányat. Franciaországban, Londonban 3-3, Németországban és Olaszországban 2-2 alkalommal, az Egyesült Államokban pedig 3-szor látták vendégül. Először 2003-ban a Kossuth évfordulóval kapcsán szervezett zarándokúttal ment New Yorkba, ahol a Kossuth portréját a kormányzóság épületében helyezték el ünnepélyes keretek között. De járt Washingtonban is, majd 2004-ben újabb meghívást kapott az USA-ban. A harmadik meghívás Bartók Béla festményátadása véget történt, ahol a világhíró zeneszerző emigrációban halt meg. 2003-ban Bécs adott otthon képeinek, de évente több alkalommal látogat el a környező országok magyar lakta területeire. Holnaptól egy 3 hetes Leonardo Akadémia áll előtte, egy-egy hét Salzburgban, Brüsszelben és Párizsban, ahol szintén hazánkat képviseli. Most Szántai Sándor folytatja. Simone Veronika szívesen fest közintézményeknek portrékat. Ebben a műfajban igazán otthon van, és igen szerteágazó és figyelemre méltó a technikája. Iskolákat, óvodákat, múzeumokat és könyvtárakat díszítenek képei, amelyeket névadójukról készített. Több mint 100 intézményben gyönyörködhetnek az ott élők és oda látogatók a közismert hírességek arcképei. Festményei a köz- és magángyűjteményeken kívül igen sok rangos helyen megtalálhatók. Tavasszal volt kiállítása egybekötött képátadása a Budavári Történeti Múzeumban, a 14 részes keresztút képsorozatát pedig a Székesfehérvári Szent Imre iskolába helyezték el. A Püspöki Palota Oktatási Központjában a 18 részes fehérvári templomok sorozata került. 2002-ben készült el a Pálházai 2x3 méteres oltárképe, de fő művei közé tartoznak a segesvári, szolnoki, gyulai, csongrádi templomok. Csongrádi templomok Apol Vilmos mellékoltár képei. A magyar szentekről és az árpádházi uralkodókról, történelmünk és közéletünk jeles személyiségéről készült portréi. Nagy öröm volt a parlamentben személyesen átadni Deák Ferenc portré. A művésznő rendkívüli munkálkodásának megvannak a hazai és külföldi elismerései is. Az elmúlt években művészeti díjat, nívódíjat, Cserhát aranykéz és Akiosz aranyecset díjat kapott. A Fejér megyei és Nagyvári püspökség arany és ezüst érmei,
Az egri érsekség magyarok nagyasszonya, az esztergomi kincstár Lékai László emlékérmet adományozott. 2000-ben a budapesti Milánói nagydíjat nyert el Vacsányi pályázatával, szerepel a Veszprém megyei kortárs és az európai kicsoda lexikonban, nemrégiben Munkácsi emlékérmet kapott. Több lovagrend tagjai közé választotta. Számos nemzetközi elismerése közül kiemelném a jeruzsálemi Szent Lázár lovagrendbe való felvételét, amelyben kulturális, missziós tevékenysége miatt idén tisztén léptették elő. Veronika nem tartozik az egyik divatos művészeti irányzathoz sem, és ennek köszönhető, hogy mindenki érteni és élvezni tudja művészetét. Tehát nincs is olyan terület, amiről már is ne alkotott volna maradandót. Hazánk ismert, elismert volt történelmi politikai személyiségeit sorra megfesti, és ezek igen hamar új hazára találnak Londonban, Párizsban, Hetében vagy az Egyesült Államokban. Csodálatos élmény, ahogy portrék végigvetetnek a szellem, a tudás, a művészet földi történelmén. Vendégkönyvét olvasva, mint a mások is ráéreztek volna velünk a csodálatos művész építkezésére, amelyet egyre nagyobbra, tágasabbra emel, hogy mindenki elférjen benne a szépség és öröm közös hullámhosszán. Kérem, tekintsék meg önök a kiállítást, és vigyék el a tárlatnak hírét barátaikhoz, ismerőseikhez. Köszönöm szépen, ezzel kérem. Veronikát pedig átadom a szót, hogy szóljon ő maga a képet. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon-nagyon jó érzés nekem újra itt lenni ezek között a falak között. Aki esetleg nem tudnám, annak elmondom, hogy az első osztályt itt jártam, pontosan ezekben a falak között, és itt tanultam annak idején, és mindössze 20-25 méterre levő házak volt, ott laktunk, és onnan mászkáltam ide, tehát nekem különösen nagy öröm újra ide eljönni. És az örömöm első kifejezéseként szeretnék a falu számára, a ti számotokra megint egy ajándékkal kedveskedni. Megkérem Sári Attilát, hogy jöjjön ide és leszlezzük le a Holicserről készült festményemet. Nagyon nagy szeretettel nyújtom át ezt a festményt ezzel a származási okirattal, melyen az áll, hogy Simonen Veronika ezúton nyilatkozik arról, hogy Holicser Károly című festmény saját alkotása, melyet átad a Csepényi önkormányzat számára. Az ő kastélyába vagyunk, és szívszerűen legyen akkor róla is egy portré. Ez ideig még nem volt színes portré, tehát most legalább meglátjuk, hogy milyen is volt a kastély ura. Most én szeretném önöknek az egy mindegyért művész formációból egyenként majd az itt jelenlévő művészeket bemutatni, de előzőleg, mielőtt elmondanám, hogy mit tevékenykednek, jelezte Varga Mária nekünk, hogy ő szeretne valamit meglepetésként, és ennek mi nagy örömmel eltadunk. Kedves örömünk, nagyon örülünk, hogy miért megkérdeztél bennünk ezen gyönyörű képeiddel. Nagyon gratulálok az eddigi munkához, és szeretnék egy verset elmondani. Nagyon-nagyon köszönöm, és tessék. A versnek a címe Honvágy, és Hegedűs Jakab bácsi írta, aki szintén közénk tartozik. Gyere itt a mellém, hogy a kamera is lássa. Bejártam már a világot, a szép Duna kiszatájat, sok országot, messzi tájat, más vidéket, más világot. Bármi szép volt, ahol jártam, mégis mindig hazavágtam. Kicsi falunk, kicsi házak, ez a legszebb a világon. Bárhol voltam, bárhol jártam, éjjel hazavitt az álom. Templomunknak nagy harangja az én lelkem visszavonta. Nem is kell már régen semmi, csak falunkban egy kis nyugtot lenni.
minden vágyam, kívánságom ide-haza megtalálom. Ez így igaz. A Marikának a szép verse, amit felolvasott, egy kicsit felborította a dalok sorrendjét, és ezért most egy olyan verset hozok előre, amit el szeretnék emelni, amit Veronika maga írt. Egy verset írt Veronika egész életében, tavasszal ezt elmeséltem, mikor édesapja meghalt, akkor kettőnknek már csak egy szülője maradt, és a régi utcáról, az Arany János utcai házról írt egy nagyon szép verset, és megengedjétek meg, hogy elénekeljem. Simon and Veronika, a régi utca. A régi utcánkra én még emlékezem, és ott jött meg szép lassan az összes eszem. Szüleim háza még szilárdon áll, udvarában folyton áll. Katinka kapta, úgy folyt a játék, lelkünk a mennybe jár. Boldog voltam akkor, messze a gondtól, úgy folyt a játék, lelkünk a mennybe jár. Ott voltam, gyermek, én még emlékezem, hisz ott jött meg szép lassan az összes eszem. Ha hazatérek, még ott áll a ház, de udvarában már rég nem áll. Pedig röppent a labda, Katinka kapta, úgy folyt a játék, lelkünk a mennybe jár. Boldog voltam akkor, messze a gondtól, úgy folyt a játék, lelkünk a mennybe jár. Szüleink közül már csak az egyik él, csak akkor félek, ha megjön a tél. Szüleink közül már csak az egyik él, de nagyon féltjük őt, mert hideg a tél. Simon ember. Ezzel a dallal egy kicsit adóztam a szüleimnek, meg minden olyan meghalt csetényének, akit ismertem és szerettem, és a Jóisten úgy gondolom, hogy talán most megengedi nekik, hogy egy kicsit nézzenek itt bennünket, és velünk együtt ünnepeljenek, velünk örüljenek. És most akkor engedjék meg, hogy elsőként a Stancsics Erzsébetet mutassam be önöknek. Stancsics Erzsébet Táncsics Mihály testvérének egyenes ági leszármazottja. Talán innen ered irodalmi fogékonysága. Székesfehérváron született, konzervatóriumot, majd egészségügyi főiskolát végzett. Első verseit 1989-ben jelentette meg, majd sorra jelentek meg kötetei, hol egyedül, hol valakivel közösen. A szavaim színeim, a versek, a magunk nyelvén, hideg kutege alatt, a létünk itt élünk, hideg kuti történetek, stb. Nehéz lenne felsorolni a sok kötetet, amit megjelent itt már. Néhányat majd ottként meg is nézhetnek, vehetnek belőle. Köteteim a már a Kródi kör gondozásában jelennek meg,
tagja a budapesti Akiosz, a Klár és a Szánypróba, a Pécsi Újhang, a Pápai Kristály, a Győri Zsalád, stb. Szintén nem tudnám felsorolni, hogy hány munkaközösségnek. Sok országos lap foglalkoztatja rendszeresen, már több mint 45 antológiában szerepel. Számos kitüntetés díj mellett büszke a Krúdi Kör által adományozott oklevélnek. Mi is nagyon gratulálunk neki, és még ahhoz is, hogy tavaly Elsike munkássága Csepelen érettségi tétel volt. Jó veled lenni, jó, várni a csendet, földről csodálni a csillagokat, égi világnak tükrét szemedben, mámoros fényű hajnalokat jó veled. Jó veled, jó veled. Jó veled élni úgy, várni az estét, fogrokra hajló fűszálakat, sustorgó hangját kopszakszeleknek, moccanó tóru, halkálmakat jó veled. Jó veled, jó veled. Jó veled látni a földi csodákat, csepjét a víznek, halkütemét, hallgatni némán egy más szívének, a föld dobbanásnak tomba nezét. Köszönöm szépen. És most engedjék meg, hogy elmondjam egy versemet, ami talán nyitott szívekre talál, ahogy Veronika Csepényben született, én Székesfehérváron. És talán ebben a versben van olyan, ami Csepényben is megtalálható. Címe Szülőföldemről. Visszahív még a Dunántúl dimmes dombos tája, rezgő sással, lábfizekkel, sió csatornája. Erős válló paraszt fiúk fülemben ótáznak, s nekiülnek kemény öklű nagyapám morának. Szőlőjéről domboldalon, dülő úton járva, szilvafának támaszkodik, roskatag présháza. Nincs kerítés, nincsen ablak, horpattan átvető. Gazdájának hajléka rég, ha csutol a temető. Messze értem nagyházától, már senkit nem látok, kinek egyszer azt mondhatnám, megértem hozzátok. Leülnék a sarokpadra, mágas tányér elé, elmondani, milyen az út este hazafelé. Megkérdezném valakitől, a régi malom hídja, bírja-e még, ha ökrös szekér tízszer átmegy rajta? Rózsás kertből maradt-e még csak egyetlen rózsa? Felveri a medencét savanyó vízsója. A fürdősor zuhogója éjjel-nappal morgott. Felette a malomkerék csatlakóan forgott. Fogai már rég kitörtek, ráakadt nád szemét. Félcsibálja meg csak néha elkorhat kerekét. Elfelejtem felsőváros ízes, hangos nyelvét. Piacon a liba fertály illatozó helyét. Zámoljuk a legutolsó nádfedeles házát, gyerekőrző culi kutya vidám kis pofáját. Ha befogad szülőföldem hegyes völgyes tája, oda fogok menni hozzá hosszú szabadságra. Megjárt útról visszanézve, megpihenek benned, s te elringadsz engem végül, nem kell tovább menni. Én majd meg szeretném kérni Stancsics Erzsikét majd, hogy még egyszer az ő majd egy verset még mondjon. Most bemutatnám Szántai Sándort. Szántai Sándor Gödöllőn első verse 1943-ban jelent meg. Mielőtt eljöttünk, felmentünk a temetőbe, és
láttuk, hogy Sándor nagy örömmel, kicsit úgy is tekinthetem, mint édesapámat, hiszen egy évbe születtek. Üzemi lapokban, majd budapesti újságokban publikált egyre sűrűbben. Gödöllön vezette a Művészetbarátok Egyesületét és a Helytörténeti Klubot. Több kötetes író, a Magasztos Élet, a Gödöllői Séták, 70 év, pár sor a Józanétről, Gödöllői Dombság Ege alatt, Völgyekölén a Város, stb. Szintén nehéz lenne felsorolni azt a sok kötetet, amelyek már megjelentek tőle. Közel 50 antológiába szerepelt eddig, igen sok irodalmi társaság tagja. Számos oklevél kitüntetés mellett főhelyén a Pródi emlékérem található. Állandó kísérője, aktív szereplője az Egy Mindért Mind Egyért művészformációnak, és egészen friss a legnagyobb kitüntetés, amivel gratulálhatunk neki, hiszen a magyar kultúra lovagjává választották. Fogadjátok szeretettel Szántai Sándor a Bükkben című versét. Nagy fák alatt hallgatom zugavint, kristálytiszta sútja messze visz, kis árat dobok rá, ár messze visz, s mondd el a hegyben egy ember álmodik. Kis árat dobok rá, ár messze visz, s mondd el a hegyben egy ember álmodik. Kakok szól, azt is hallgatom, milyen jó. Az éveket számolom, a titkot, és felejtek bánatot, sebet, gyógyítanak, szeretnek a hegyek. És felejtek bánatot, sebet, gyógyítanak, szeretnek a hegyek. Tisztásra érek föl, zöld a pázsit. Fáradt testem pihenésre vágyik, hanyat fekve rajjót felrek, és bámulom a végeget. És hanyat fekve rajjót felrek, és bámulom a végeget. Nagy fák alatt hallgatom zugavét, kristálytiszta s útja messze visz, kis ágat dobok rá, ár messze visz, s mondd el a hegyben a Szántai Sándor. 70 év című könyvemben jelent meg, hogy egy kicsit hogy is dolgoztunk mi emberek, és mikor odaértünk a 70 évhöz, hát mit is mondhatunk magunkról. 70 év. 70 év mögöttem van már, nem mindig virágzott a nyár. Volt, hogy zengett a tavasz, az első szerelem volt az. Háború dúlt kegyetlenül, az ember ölve részegült, átélve és a jövőbe bízva, szívem, lelkem, a dalt írta. Mi munkát, kenyeret kértünk, s nélkülözött a nemzedékünk. Jólét az nem mosolygott ránk, de épült városunk, s hazánk. És igen, házak és tetők, alatt gyermekek seregen ült. Vajúgva bár, de törve nem, irkóztunk meg az életen. 70 év, s nincsen panaszom. Munkából nem volt nagy haszon. Mégis élni érdemes, s így eljutni az értelemig. A közösségét tenni kell, nem elég csak énekel, tenni kell a köznap dolgait, a mait és a holnapit. 70 év, tovább évek, szerettünk, és így csekénységek tartottam bennünk a lelket, és átírtuk a történelmet.
Veronika beszédéből. Mi együtt járjuk az országot, amikor Veronikának kiállítása van. Egy festőművész, egy zeneszerző, két költő. És én ezt valahol így megfogalmaztam, hogy mit tudunk mi együtt. A címe: Valamit tudunk még. Mi azért együtt tudunk még valamit? Talán a valódi szépet, vagy az örök igazat? Visszatalálunk a bánattól a kedvig, és levontunk minden gonok betonfalat. Értünk, ha a kedve ellenére is, de feltámad a szél a lomhaneszű fák alatt. Fellobbannak ördüzei a reménynek, ha gátolja a barazsát tébolyult akarat. Mi már csak együtt tudunk valamit. Újongó kamaszvágyjal azt is látni, ahogy a jövőt akkor is még szép rendben, tágívű kaszasulintással vágni. Valamit tudunk még együtt. Hinni, ha azt mondjuk veled, ettől úgy írni verset, hogy 100 év után valaki szíve akkor is vele remeg. Akik Budapestről eljöttek ide, és itt önökkel megosztották a művészi élményeinket. Megköszönöm Enyedi Bélának, hogy játszott itt nekünk, és megköszönöm Sári Attilának, aki időközben elment, de nagyon-nagyon köszönöm neki. És megköszönöm nektek mindannyiatoknak, hogy eljöttetek és itt velem ünnepeltek, és hogyha esetleg még egy pici türelmetek van, akkor nagyon szívesen egy ilyen mini tálatvezetés még itt elmondanék nektek, hogy egyáltalán, hogy miért ezeket a képeket látjátok, nem tudom, hogy még van türelmetek, vagy hagyjuk. Van még, akkor mehetne. Akkor csak nagyon röviden elmondanám nektek azt, hogy Attila eljött Székesfehérvárra, és körülbelül olyan 100-150 festményből válogatta ki ezeket, amiket itt láttok, és talán többet nézik. Ott láttok néhány grafikát. Azokról a 100 kötetet illusztráltam, és elhoztunk nektek néhányat belőle, mert ebből egy kiállításnyi anyag van. Nyugodtan bele lehet majd lapozni a könyvekbe. Nézzétek meg, milyen érdekes, amikor megszületik egy rajz, és akkor ahhoz, hogy kerül a kötet címlapjára, meg belekerül a kötetekbe is. Nem mindenki ismeri ezt, talán érdekes lehet számotokra is. Különböző technikákkal van készítve ezek a rajzok, úgyhogy van éppen itt Stancsics Erzsikétől is, úgyhogy nagy lapozzatok bele. Ott láttok négy kisebb méretű képet. Ez a négy kisebb méretű kép egy szintén egy nagy sorozat néhány tagja. Körülbelül 40 kép van ebben a sorozatban. Magyar tájak és magyar emberek sorozatból ezek a képek kerültek most ide. Utána négy mesterségképet láttok. A mesterségekről azt kell tudni, hogy körülbelül 50 mesterséget festettem már meg. A mesterembereket mindig a szerszámaikkal igyekszem megfesteni. Láttatok már tőlem mesterségképeket. Hát igyekeztünk olyat válogatni Attilával, ami még nem volt csetényben. Itt a képek között egy pillanatra kitérek a Mosónő című festményre, mert a Mosónő című festmény majd kapcsolódik ahhoz a két portréhoz, amit ott fogtok látni. Az azért érdekes, mert nekem egy teljes sorozat, egy kiállításnyi anyag van olyan festményekből, amik úgy készülnek, hogy előzőleg feketére lealapozom a vásznat, és azt hagyom, hogy hadd száradjon, és amíg szárad, addig nagyon-nagyon sokszor megrajzolom azt a témát, amit szeretnék vászonra vinni. Hát itt a jó példa, megnézitek ezt a kislányt. Ugye ez a kislány, ez a festmény 2004-ben
a pálházai templomba egy főoltár képemet avattak fel a seregi érsek atya szentelte, egy 3x2 méteres képet, ide talán alig férne be, és ez a kislány ott ült az első sorban, és akkor már nagyon megragadott, és megfestettem így, hogy szinte fotorealista módon. Na most, amikor a feketével alapozott vászonra csak néhány vonallal ugyanezt a kislányt átvittem, akkor azt tartottam szem előtt, hogy csak a lényeg kerüljön, és amikor megnézitek, akkor látjátok, hogy néhány vonallal van a vászonra véve, és a ti szemetek tehetetlensége rakja össze képé. Tehát ez nincs megfestve, fekete a vászon néhány vonallal, és ugyanez a mosónő is, hogy néhány vonal, és ugye hátra állsz, és akkor ami nincs rajta vászon, azt te kitalálod itt a fejedbe. Itt látható, folytatnám itt majd néhány portrét. Itt a portrékról azt kell tudni, hogy többféle technikával dolgozom. Itt most az a négy kép, amiről hát gondolom ti is felismeritek, Bartók, József Attila, Móri Zsigmond és Batthyány Lajos. Ezek az emberek jelképezik, vagy hogyan mondjam, hogy most azt, hogy körülbelül olyan 4-500 ilyen portrét készült, de nem mind ezzel a technikával, van ami olaj technikával, és ezek mind elkerültek olyan helyekre, amelyek a névadójukról. Tehát mind, hogy ide került például most a Holicser kastélybe, egy Holicser, hát mit tudom én, József Attila például oda, ahol meghalt Balaton szárszóra, vagy a Kodály, Bartók képem, az mind említették a megnyitó beszédbe, az most már ott, ahol ő meghalt, tehát az emlékházába, Amerikába, de elkerült például be is Svájcba. De ugye nem ez a kép, hanem ennek egy nagyméretű változata, csak én megfestettem kicsibe is azért, hogy be tudjam mutatni a kiállításokon. Vagy mit tudom én, például Széchenyi, az Londonba került például, vagy a Dürer kép az Gyulára került, és így lehetne sorolni. A pasztel technika, ez a kréta technika, ezt úgy képzeljétek el, hogy olyan, mint az iskolásoknak a kréta, amivel rajzoltok. Tehát ezek sima kréta képek, és ez is. Még a varázslatos Magyarországhoz tartozik ez az egy kép. És itt egy képet szimbolikusan elhoztam, a homokkör képet. Ez egy teljesen felöleli ez a sorozat a Jézus életét. Most itt ugye egyet láttok belőle. Jeruzsálemből, Jeruzsálemi és Jeruzsálem környékén játszódik maga az egész téma. És a Szentföldről hoztam a homokkövet. A homokkő az a természetben megtalálható, és nagyon könnyen szét lehet törni. Tehát olyan, hogy ugye ilyen darabokba el lehet hozni, nagyon sokféle színben van. Például ezen, amit látok színeket, ez megtalálható ott a természetben, és így meg kell fogni, belerakom egy mozsárba, összetöröm homokká. És olyan technikával készül a kép, hogy kirakom így magam köré a sokféle színű már homokká őrölt homokkövet, és vízszintesre teszem a vázat, lefektetem a földre, és bekenem szintén kintről hozott valamelyik fának a nedve, az a ragasztóanyag, és akkor egyszerűen rászórom ezt a mintát, amit akarok megfesteni. Majd megérinthetitek ezt a képet, nyugodtan fogjátok meg, hogy ez homok. Tehát ez nem festve van, hanem szórva, és körülbelül olyan 5 percig engedi, hogy ide-oda mozgassam, akkor variálhatok vele egy picit, de utána aztán a ragasztóanyag szintelenre szárad, és attól kezdve az ilyen. Ez a következő kép pedig az élmény sorozataiból van. Ugye említették itt már, hogy a Jóisten megengedte, hogy eljussak Amerikába, és egy tagja, de ugye nagyon sok, a legmagasabb lakóházat például, ez a Central Park, azt hiszem, hogy mindenki hallott már róla a Central Park filmeken, erre arra látta például Retkessetek, Betörők, azt talán majdnem mindenki látta azt a filmet. Na, amikor
a kis gyerek a reszkesetek betörőkbe találkozik azzal a nővel, aki a galambokkal megijeszti, nem tudom, ha ezt a filmet láttátok, az ez alatt a vid alatt történt. Tehát ugye nagyon érdekes és élvezetes. Na most, ugye mindent nem lehet bemutatni. Most olyan van, hogy az elmúlt 5 évben én, mivel csak a művészeknek élek, a család, tehát úgy van egy sorrend, hogy a Jóisten, aztán családom, és attól kezdve csak a művészet, ezért nagyon-nagyon sok minden történt 5 év alatt, nagyon-nagyon sok képet festettem, és amit itt láttok, talán nyugodtan mondhatom, hogy 10%-a sincs annak, ami történt az 5 év alatt ilyen képekben, és hát ezért nyilván nem tudtuk elhozni, például egy egész nagyméretű képsorozataim vannak, vagy a virágok, vagy a varázslatos Magyarországból, vagy vannak késes technikával készült képeim, szóval még felsorolni sem tudom. De Attila nagyon jól válogatott, mert azért ez szimbolizálja azt, hogy körülbelül miket csináltam azóta. Búcsúzol, most már csak annyit szeretnék mondani, hogy ugye nagyon sok helyen jártam, nagyon sok tanítványom van, és arról sohasem feledkezem el, hogy honnan indultam. Szóval ebből a faluból indultam, mindig elmondják a írók, a költők, a megnyitó emberek, hogy csepényi születésű, azt se tudják sokan hol van, ki se tudják olvasni, például a londoni kiállításomon ott írtált egy hétig, hogy hogy kell kimondani, hogy csepény, és sem a nyöbetűt nem tudja, sem a csöbetűt, úgyhogy le kellett nekik, de egy is nagyon furákat ejtettek, de legalább leírva látszott, hogy csepény, sohasem felejtem el, és annak ellenére, hogy a Jóisten úgy döntött, hogy fölvitte azért az én sorsomat, mert például éppen most, ahogy Sándor, nem tudom, említette, de nem említette akkor, hogy az Esztergomi Bazilikának a 150 éves évfordulójára, ugye Magyarországon rengeteg festő van, és pont engem kerestek meg, István Kocs, de ő is ugyanolyan művész, mint én. Én sokat dolgozok. Ő a családjának élt, de azért ugyanúgy mind a ketten tettünk azért, hogy nektek örömet szerezzünk, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy a művész emberek, akik arra szánják az életüket, hogy másoknak örömet szerezzenek, Stancsics Erzsike, Szántai Sándor, gondoljátok, hogy körülbelül a 20-25 fő van, aki járja velünk az országot, világot, és nem kérünk pénzt a fellépésekért. Szívvel és lélekkel csináljuk. És én nagyon bízom benne, hogy ez így is marad.